Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön fegyverbe mutatók, COD 4 stílusa, remastered, nem remastered, bármelyik koddal játszol, ezekkel a kombinációkkal jól leszel, illetve hát ezek inkább javaslatok. Úgy állítod össze magadnak a fegyverét, hogy te szereted, ezeket én így tapasztaltam 5000 óra körülről, COD 4-ben eltöltött 5000 óra, tehát a remastered egy kicsit más változat, és szeretnék most bemutatni perk kombinációkat és fegyvereket, hogy hogyan díszítsük fel őket. Jelzem előre, hogy olyan sorrendben haladok, ahogy én szeretem a fegyvereket, de ha van valami fegyver, amiről szeretnél tudni, akkor azt előre veszem a listába, és előbb csinálom meg azt, de ha nincs, akkor így, és nem jelzitek a kommentbe, tehát jelezzétek a kommentben, van olyan fegyver, amit szeretnétek, hogy előre vegyek, és azzal foglalkozok, de ha nincs, akkor úgy fogok haladni olyan sorrendben, hogy én élvezem, és szeretem a fegyvereket, kb. Olyan sorrendben, hogy őket megszerettem, és hozzá lyuk rendelve valami perk kombinációt, és ezáltal meghatározott játék stílus kombinációt is. Úgyhogy jöjjön először is az MP5, I Love MP5 című történet. Vágjunk is bele a közepébe. MP5-höz mindenképpen kötelező ajánlatos silencer. Miért ajánlatos a silencer? Valahogy az MP5-nek a hogyha rárakod a hangtompítót, grafikailag ugye egy kicsit hosszabbá válik a fegyver, és könnyebb célozni vele egyszerűen. Tehát hangtompítóval az MP5-tel könnyebb célozni vele, és jobban lehet kezelni valamiért a visszarugását is a fegyvernek. Egy kicsit levesz a range-ből, a damage-ből, de ez amúgy se az a fegyver, amivel távolra akarsz lőni, hanem közel akarsz kerülni az ellenfélhez, és hangtompítóval tökéletes. Ledarálja az ellenfelet közelről, és nagyon-nagyon erős fegyver nózumban. Ezért, mivel egy erős fegyver nózumban, két dolgot szoktam vele csinálni. Vagy rárakok egy stopping power-t, hogy erősebb legyen, bár nem muszáj neki. Tehát sokan, ha COD 4-ből pro akarsz lenni, akkor stopping power minden fegyverre, és meg van csinálva a dolog. De ha egy kicsit trükkös akarsz lenni, gyors akarsz lenni azzal a fegyverrel, és mondjuk erre konkrétan az MP5-tel, akkor Slate of Hand és Deep Impact. Sokan szokták Steady Aim-et rakni ide, mert hogy nózumba sokkal jobb lesz a fegyver a Steady Aim-től. Nope, ez egy MP5, amúgy is jó nózumba. Szóval Deep Impact, Deeper Bullet Penetration, ennyit jelent a Deep Impact, kurvára erősebbet fogsz lőni. A Stopping Power és Deep Impact gyakorlatilag egy erősebb lövést fog eredményezni. Ennyi a MP5-nek a trükke. Na most attól függően, hogy milyen játékot játszol, Headquarters, Domination, TDM, vagy éppen Search and Destroy, nem mint hogyha lehetne a COD 4 Remasterben, nagyon nehéz találni játékot Search and Destroy-ra, de minden esetre ugye, ha a sima COD 4-en játszol, attól függően, hogy mit játszol, Headquarters-re ajánlok két RPG-t, tök jó, ki lehet pucolni vele a Headquarters-t, C4-et, bár nem annyira ajánlatos Headquarters a C4, mert bedobják a gránátokat, felrobbannak, stb. Bomb Squad-ot, ezt ajánlom SD-re, HQ-ra, igazából néha Domination-re, tehát SD, HQ ajánlom a Bomb Squad-ot, mert akkor látjátok az ellenfélek. Ha rássolásra kerül a sor, két perket amúgy ajánlok Claymore-t is, SD-re, HQ-ra mindenképpen. Ha rássolásra kerül a sor TDM Domination anyám kínja, akkor három frag gránát, vagy a Bandolier, ez extra magaz is, sőt, hogyha hardcore módba mész, három frag gránát, hogyha sima módba mész, akkor inkább extra ammót vigyél. Én azt javaslom. Ennyi nagy trükk az MP5-ről, és ezzel a hogyha nagyon rásolós vagy, ha nagyon rásolós vagy, és ez nagyon fontos, ha nagyon rásolós vagy, akkor UAV Jammer kell, hogyha nagyon rásolós vagy, ne türelmetlen vagy, stb., akkor UAV Jammer és hangtompító, és MP5 ledarálja a pályát neked. Nos, srácok, ennyi lett volna, rövid tippek, sziasztok!